Kárpátalján születtem igazából, és 20 éves koromig ott éltem. És egy ilyen nagyon-nagyon vegyes családból származok. Vannak köztük magyarok, ukránok, ruszinok, szerbek. Igazából én egy ilyen folyamatos, ha lehet azt mondani, identitászavarban vagyok. Nyilván azt tudom, hogy honnét jöttem, és hogy kik az őseim. Az egész család átjött, sőt, ezt úgy hívták annak idején, hogy család egyesítés. Valójában törtem a magyart, amikor megérkeztem Magyarországra, vagy hát ilyen kárpátaljai dialektusban beszéltem. Igazából mi otthon meg a nagymamával beszéltünk magyarul, de ugyanúgy beszéltünk ukránul is. Volt egy időszak, amikor minden eltűnt a boltokból, és csak konzervet és kenyeret lehetett kapni. Kenyeret háromszor naponta. Amikor megérkeztem ide Magyarországra, hát azért volt. Hát itt azért egészen más, tehát amikor ember számba vesznek. Én most már itt élek, feleségem van, két gyerekem, lakásom, kombi autóm, amivel szállítom a képeket. Hogyha én egy börtönben lennék, akkor azt meg ugyanúgy festenék, hogy nekem csak arra van szükségem, hogy tudjak dolgozni. Hogy nekem van egy külön világom. Valahol írták rólam, vagy lehet, hogy én mondtam, hogy az emberi dolgok törékenységéről szól az én munkásságom, de ezt valószínűleg csak így utólag találhattam ki. Tehát előre sose szoktam tudni, hogy mi az, amit én csinálok. A probléma az a mai művészettel, hogy mindenki azonnal gyárt egy ideológiát ahhoz, amit csinál. Tehát, ha én el tudnám mondani, akkor nem festenék meg, és semmi értelme nem lehet. Én nagyon-nagyon egyszerűen úgy állok hozzá, néz rá, tetszik. Nem tudok nem dolgozni, lejövök ide, nem arra várok, hogy legyen ihletem, hanem én lejövök, és elkezdek dolgozni. És akkor ez egy folyamat, tehát hogy én nem tudok másképp hozzáállni ehhez a dologhoz. Én megpróbálok őszinte maradni, az azonnal látszik, hogy valaki kamuzik, vagy nem. A nagypapa gyerekkorom óta, tehát többször elhangzott ez a mondat, kultúra nélkül nem lesz semmi, és nincs semmi, tehát meghal a világ.